Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Lázár szerint eredmény csak akkor van, ha összefogás van. Egyeztettek a Kiszombori elkerülő út nyomvonaláról. Több százan falatozhattak a város bográcsából. Hibának tartom azt, ha valaki úgy akar megnyerni egy választást, hogy a másikat szidja. Ez nem program, ettől még nem fog bővülni a hagymatikum gyógyfürdő, nem lehet fizetést emelni és vállalkozásokat támogatni, jelentette ki Lázár János országgyűlési képviselő legutóbbi Makói Fórumán. Emellett szólt arról is, hogy az április 8-ai választások tétje személyes ügyként és a haza szempontjából is sorsdöntő. Lázár János az április 8-ai voksolás kapcsán munkájával kampányol, és a jövőben is ezt tudja ajánlani. A miniszter hangsúlyozta, amit Makó eddig elért, az közös eredmény, az együttműködés gyümölcse. Hibának tartja, ha valaki úgy akar megnyerni egy választást, hogy nem a programjáról beszél, hanem a másikat szidja. Mint mondta, ez túl szegény közösség ahhoz, hogy még a széthúzást is megengedjék maguknak az itt élők. Az országgyűlési képviselő szerint a rendszerváltás óta egyetlen kormány sem karolta fel Magyarországnak ezt a régióját úgy, ahogyan azt az utóbbi években tették. Személyes feladatának tekinti, hogy megértesse a parlamentben, hogy az ország keleti része tartalék, érdemes ide investálni. Azt ígérte, amennyiben elnyeri a választópolgárok bizalmát, továbbra is segítséget nyújt az ötletek megvalósításához, így a Kiszombori elkerülő út megépítéséhez is, mely tehermentesíteni a várost az átmenő forgalomtól. Ez ugye egy elmaradt beruházás, tehát amiről már van kormánydöntés, az a makói fürdőbővítés mondjuk 10 milliárd forint értékben, amire van kormányzati szándék, hogyha szállodát akar valaki építeni Makón, ahhoz tudunk támogatást adni. Megvizsgáltattuk, hogy a turizmusban van-e fantázia Makó városában, és arra jutottunk, hogy a turizmusban Makó egy tartalékot jelent Magyarország szempontjából, tehát Makó egy tartalék Magyarország szempontjából, és ezt a tartalékot kell kiaknázni, és akkor itt ez az elkerülő út, ami élhetőbbé teszi a városnak egy jelentős részét, erre is készek vagyunk szövetkezni, és készek vagyunk ebben a kérdésben is együttműködni. A miniszter hozzátette, Makó egy regionális centrum lehet. Úgy fogalmazott, Szeged és Hódmezővásárhely után a marosparti településnek kell a legerősebbnek lennie Csongrád megyében. Ehhez viszont az is kell, hogy Makón ne csak születni, hanem élni is érdemes legyen. Fontos eredménynek tekinti, hogy a városban radikálisan csökkent a munkanélküliség. Mint mondta, ma már mindenki, aki akar, az tud dolgozni. A jövő nagy feladatának a családok támogatását, a munkabérek emelését, a gyermekek után járó adókedvezmények megtartását és a személyi jövedelemadó csökkentését tartja. Ezeket patika mérlegen kell, kockás papíron le kell vezetni. Ezek olyan súlyú tételek. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a politikai ideológiák, a világnézeti meggyőződés, a politikai elköteleződés, de hát az ember nem lehet saját magának ellensége, mégis meg kell nézni, hogy mikor mennyi a személyjövedelemadó, mikor kell fizetni a gyerek után adót, és mikor nem. 2002-ig nem kellett, 2002 és 2010 között igenis megadóztatták azt, aki dolgozik és gyereket nevel, nem kaptak adókedvezményeket. 1 millió ember nem volt hajlandó semmilyen adót fizetni 2002 és 2010 között, a maradék 2,5 milliónak kellett helyette is adót fizetni. Ezek nagyon komoly tételek, amiket az embernek egyszerűen józan ész, józan paraszti megfontolás alapján kell mérlegre tennie a saját személyes kasszája, jövője és a család gazdálkodása szempontjából. Lázár János azt is kiemelte, míg április 8-án személyes ügyként az adórendszerről hozhatunk döntést, addig a hazaügye szempontjából a bevándorlással kell véleményt formálnunk, annak minden következményével együtt. Közel 20-an érkeztek pénteken Lázár János makói lakossági fogadóórájára. A miniszter az egyéni problémák és kérdések meghallgatása mellett a képviselőtestület tagjaival is egyeztetett a Kiszombori elkerülő út nyomvonaláról.
Földügyek, állammal kapcsolatos támogatási igények, pályázati lehetőségek, közgyógyellátási igazolvány kiváltása, gyógyszertámogatás. Többek között ezekben a témákban keresték fel a minisztert legutóbbi makkói fogadóráján. A várakozók között volt Kerekes Éva hegymászó is, aki a nepáli 7126 méter magas Himlung Himá megmászása után most újabb tervet szöveget. Én támogatást szeretnék kérni az őszi következő expedíciónkhoz, ahová mászótársammal együtt Herceg Angelikával, gőzerővel készülünk. Szeptember 1-én fogunk Katmanduba érkezni, és 45 napunk lesz arra, hogy ezt a 8000-es hegyet sikeresen megmásszuk. Ezen a hegyen magyar nő még sikeresen nem jutott fel a csúcsra, sem palacka, sem oxigénpalack használata nélkül. Mi most megkíséreljük oxigénpalack használata nélkül megtenni ezt. Az országgyűlési képviselőhöz fordultak segítségért azok a makói gazdák, őstermelők is, akiknek terményei nemrég megsemmisültek az eddig tisztázatlan okok miatt kigyulladt ipari parkban lévő hűtőházban. Lázár János stábunk érdeklődésére elmondta, ez egy nagyon speciális és egyedi ügy. A termelőknek 60 millió forintos káruk keletkezett, és nem volt biztosításuk. A miniszter ígéretet tett arra, hogy utána néz, valamelyik állami kártalanítási alapból tudnak-e számukra segítséget nyújtani. A fogadórát követően a képviselőtestület tagjaival egyeztetett a Kiszombori elkerülő út nyomvonalával kapcsolatban. Mint megtudtuk, a körülbelül 6 km hosszú út legalább 10 milliárd forintos beruházást jelentene Makónak, melynek tervezése már előkészítés alatt van. A Kiszombor irányából Temesvár felől érkező kamionforgalom nem tudja másképp megkerülni a várost, aránytalanul nagy terhelés van a városon, tehát ha valaki Kiszombor felé jön személyautóval vagy teherautóval, vagy abból az irányból Szeged felől, akkor ez csak Makón keresztül tud átmenni. Tehát még mindig nagy az autópálya és a meglévő elkerülő ellenére is az átmenő forgalom. Most Vásárhelyen elkészült egy elkerülő, itt az idő, hogy Makó is kapjon egyet, megérdemlik a makóiak. Lázár János a képviselőkkel közösen átnézte az ipari park fejlesztési területeit is, valamint az iránt is érdeklődött, hogy a Maros parton milyen beruházásokra lenne még szükség. A város egész évben igyekszik különböző kezdeményezésekkel segíteni a nehéz körülmények között élőket. Szombaton egy karitatív akció keretein belül mintegy 600 adag bográcsgulyást készítettek a rászorulók részére. A közös főzés, amely számos felajánlásból és rengeteg ember közreműködésével valósulhatott meg, a régi városháza udvarán kapott helyet. Az önkormányzat hosszú évek óta nyitott a lakosság és a városban működő szervezetek ötleteire. Ennek a folyamatos párbeszédnek volt az eredménye az a közös főzés is, melynek köszönhetően több száz rászoruló juthatott hozzá egy-egy adag meleg bográcsgulyáshoz. Farkas Éva Erzsébet polgármester is részt vett az ételosztásban. Mint elmondta, Makón az ünnepek alkalmával is számos jótékony program kerül megrendezésre. Tavaly évvége felé merült föl lehetőségként, hogy egy közös főzést valósítsunk meg, főként az ünnepi időszakokban. Advent környékén, illetve húsvéti ünnepkörben egyébként is a karitatív tevékenységek nagyon aktívak itt a városban, és most a húsvéti ünnepkörben egy ilyen eseménnyel, egy ilyen rendezvénnyel szerettünk volna a lakosság felé fordulni, főként a hátrányos helyzetű rászoruló családok felé. A polgármester hozzátette, a programhoz rengetegen járultak hozzá, a település képviselői alapanyagokat ajánlottak fel, de a nyugdíjas klubok vezetői és különböző civil szervezetek is kivették részüket a kezdeményezésből. Bakacsi Pálné, Margó néni a makói pótnagymamákkal közösen az élen járt abban, hogy ez a közös főzés megvalósulhasson, elmondása szerint példás volt az az összefogás, amit tapasztalt. Ha lehetett volna, négy ilyen bográcsa főztünk volna, mert annyira összeállt a makói nép, hogy ilyen még Makón nem volt. Hogy sikerüljön ez a főzés, hogy igenis foglalkozunk a rászorult emberekkel, mert ők nem tehetnek arról, hogy rászorultak, nem tehetnek arról, hogy nincs munkahelyük, nem tehetnek arról, hogy ők szegénynek születtek. A 350 literes bográcsot Szabó Ferenc nyugalmazott tűzoltó parancsnok adományozta a városnak. Mint mondta, régi hivatásából fakadóan mindig is azt tartotta a legfontosabbnak, hogy másokon segítsen. Az én gondolkodásom az az, hogy mindig mindenki segítsünk, ahol tudunk. És soha ne azt számoljuk, soha ne azt nézzük, hogy kinek mit teszünk vele, hogy mondjam, nagyot, hanem azt nézzük, mit teszünk jót.
Szép számmal jelentek meg érdeklődők az ételosztáson, akik igen hálásak voltak az ötletnek, sokan otthon maradt családtagjaiknak is vittek haza az ételből. Sok ember rá van szorulva. Tehát más lehetőség nincs, így bepótolják. Mert azért sokan nem lehet tudnak húsvétot csinálni, és akkor legalább egy tál meleg étel jut nekik a héten. Hallottam a rádióból is, meg a tévéből is, meg személyesen is hallottam. Kollégák mondták nekem, hogy lesz már ilyen lehetőség. Ez a szegényebb réteg is képviselve legyen, hogy gondoskodó szerintem. A jövőben is cél, hogy ehhez hasonló karitatív kezdeményezések valósuljanak meg, a 350 literes bogrács pedig a továbbiakban is ezeket a rendezvényeket fogja szolgálni. Egészségszűrések és tanácsadás várt a szombaton a lakosságot a Makói Kórház járóbeteg szakrendelőjében, ahová Lázár János, a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott. Az ingyenes program sikeres volt, hiszen több mint 100-an vettek részt rajta. A Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda szív- és érrendszeri, valamint daganatos megbetegedések szűrésével, a kockázat felmérésével foglalkozik és tanácsadásokat végez. Ezek most szakorvosi vizsgálatokkal is kiegészültek, mint például a szemészeti vagy éppen a fülorgége szűrések, melyek rendkívül eredményesnek bizonyultak. A lakosok részéről viszont ezek a szűrések arra jók, hogy azok, akik valami miatt halogatták, vagy például mivel szombaton vagyunk, dolgoznak, és nem tudnak eljönni ezekre a szűrővizsgálatokra a hétköznapokban, vagy valami miatt mégis megérinti őket, hogy most szombaton eljöjjenek, részükről pedig egy nagyon-nagyon fontos esemény. Én visszanállíthatom, hogy ez egy sikeres rendezvény van. Van, akit kiszűrtünk, tehát van, akinek ez a nap egy szerencsés nap most már, azt gondolom. Mi már látjuk ezt. Nyilván további vizsgálatok szükségesek, de biztos, hogy valaki, van már itt olyan ember a 119-ből, aki időbe érkezett. Nagy Jánosné közel 40 évig az egészségügyben dolgozott, ma már nyugdíjas, de még mindig rendkívül fontosnak tartja, hogy odafigyeljen magára. Nagyon szerencsés embernek mondhatom magam, mert amerre jártam, mindenhol azt mondták, hogy a koromhoz képest nagyon jó állapotban vagyok, úgyhogy jó lett a csontsűrűségi vizsgálatom is, nagyon sokat mozgok a mai napig, jó lett az érvizsgálatom is, és mivel én minden évben egyszer egy komplett laborvizsgálatot csináltatok, most úgy gondoltam, hogy a vércukor vizsgálatra nem fogok, meg a testsúlymérésre sem, mert azt is szoktam otthon méregetni. Az egészségnapon Lázár János országgyűlési képviselő is részt vett, aki elmondta, nagyon jó iránynak tartja ezt a kezdeményezést, ezért is állt az ügy mellé. A magyar választópolgároknak, a magyar lakosságnak többet kell foglalkoznia a saját egészségével, és ez például abban nyilvánul meg, hogy minél több szűrővizsgálaton részt kell venni. Az az érdekünk, hogy az emberek minél tovább egészségesek maradjanak. Ma Magyarországon a statisztikák szerint arra lehet számítani, hogy körülbelül 60 éves korukig egészségesek az emberek, akkor mennek először komolyabb betegséggel orvoshoz. Ezt szeretnénk megelőzni, és ezt az időszakot szeretnénk hosszabbítani. Az a célkitűzésünk, hogy minél tovább egészségesek maradjanak az emberek, és minél később kelljen orvoshoz menni. Ennek a föltétele a megelőzés, azt pedig a szűrések biztosítják. Az egészségfejlesztési iroda továbbra is folytatja jelentős tevékenységét. Makó és Hódmezővásárhely járásában az összes településen jelen lesznek, ahová bevett szűréseik mellett az anyajegy szakorvosi vizsgálatokkal és emlőszűrőbuszokkal is kitelepülnek majd. Kékbe öltözött a Vízvilágnapja alkalmából a Makói Óvoda Erdélyi Püspöki utcai tagintézménye. A hagyományos rendezvényen a gyerekek változatos feladatokon és játékokon keresztül tanulhattak a víz és a környezetvédelem fontosságáról. Március 22-ét 1993 óta ünneplik világszerte abból a célból, hogy ráirányítsák a figyelmet a mindenki számára elérhető, az élethez elengedhetetlen tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. A Makói Óvoda is minden évben megemlékezik erről a jeles napról, melyre a gyerekek szüleikkel és az óvodapedagógusokkal már hetek óta készültek.
Nagyon sokfajta állomással készültünk, igazából forgószínpad szerint mennek a gyerekek, mind a hat teremben történik valami izgalmas, illetve a tornaszobában mozgásos tevékenységgel is készültünk. A legfontosabb az, hogy több szemléletből, több oldalról közelítsük meg a témát, és minél több információt kapjanak a gyerekek arról, hogy a víz miért fontos az emberek számára, illetve nem csak az emberek számára, hanem az élőlények, a növények, az élővilágunk számára is. A helyszíneken az ovisok játékosan foglalkoztató feladatokkal találkoztak. Szemetet szedhettek ki a tengerből, festhettek és pecázhattak, sőt esőcseppekként a csapadék útját is végigjárhatták. A gyerekek lelkesen dolgoztak és alkottak az egyes csoportokban, közben sokat tanulva a természet védelméről, a vízről és arról, hogy ők mit tehetnek azért, hogy minél kiegyensúlyozottabb életet élhessenek környezetükkel. Tavaszköszöntő gyalogtúrát szervezett a Maros árterébe a Makói Kistérség egészségfejlesztési iroda. A télies időjárás ellenére szép számmal érkeztek résztvevők a rendezvényre, és tettek sétával egészségük megőrzéséért. A Makói Kistérség egészségfejlesztési iroda évek óta szervez különféle mozgásprogramokat. A mostani gyalogtúra kezdetben tavaszköszöntőnek indult, azonban a váratlan csapadék és a 3 fok körüli hőmérséklet miatt inkább a tél búcsúztatására volt remek alkalom a szombat délelőtt. A hideg időjárás sem tántorította le a résztvevőket, akik örömmel gyalogoltak végig a körülbelül 13 kilométeres útvonalon. Tavaly voltam, és nekem nagyon tetszett, ezért jöttünk el most is, meg akkor barátaink is jöttek, de most sajnos nem fognak. Egész héten dolgozunk, bent vagyunk, és azt vettem észre, hogy minket a természet kint, a kintlét az, ami kikapcsol, a mozgás és a természet. Ilyen túrabotos sétát szoktam tenni minden nap. Régebben jártunk, még zombora is kimentünk, most a parkba szoktunk mostanában, ebéd után ott le tudjuk mérni, hogy hány kilométert megyünk. Kovács Gábor a túra szervezője szerint az ilyen és ehhez hasonló rendezvények az egészségmegőrzés mellett a társas kapcsolatokra is pozitív hatást gyakorolnak. Nagyon fontos csapatépítés szempontjából, főleg mikor családok jönnek. Most is van itt egy család, akik tavaly is itt voltak, és nagyon tetszett nekik. Alig várták, hogy legyenek meg ilyen rendezvények. Számukra is nagyon fontos az, hogy ilyen családi programok legyenek, amit mozgással töltenek el, és nem otthon a tévé előtt, vagy a számítógép előtt ülve. Ilyenkor kötetlenül szoktak beszélgetni, ismerkednek egymással. Ha más nem, akkor ebből a szempontból is nagyon jó ez az egész. Tehát észre se lehet venni ezt a 12-13 kilométeres távot, hogyha nagyon jó társaság verődik össze. Annak se kell csüggednie, aki a mostani alkalomról lemaradt, ugyanis április 14-én Nagyszent Miklósra szerveznek kerékpáros túrát Bartók Béla emlékére. Itt a klasszikus biciklis kirándulást a hagyományok ápolásával is kiegészítik majd, koszorút elhelyezve a neves zeneszerző tiszteletére. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Lázár szerint eredmény csak akkor van, ha összefogás van. Egyeztettek a kiszombori elkerülő út nyomvonaláról. Több százan falatozhattak a város bográcsából. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 21 perctől Fogadó óra című közéleti magazinunkat láthatják, 18 óra 45 perckor Társalgó című színes, kulturális magazinunk következik, 19 óra 20 perces kezdettel a Városi Tavaszköszöntő műsorral jelentkezünk, majd 19 óra 35 perctől a Bacsusbáról készített hosszabb összefoglalónkat láthatják. Kedves nézőink, ez volt a hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!